És már itt is van mellettem Pálmai Ildikó, akivel a Baba Mama Expo-ról fogunk beszélgetni, ami ugye most november 14-én, 15-én és 16-án lesz majd, ahova hoztál nekünk belépőjegyeket, ezt ti is megnyerhetitek, hogyha maga a Facebookotokon per fixáldi oldalra kiposztoltunk egy képet, hogyha azt lájkoljátok, akkor a lájkolók közül kisorsoljuk, hogy ki az a két szerencsés, aki elmehet erre az eseményre. Mi ez egész pontosan, mit lehet róla tudni? A hétvégi rendezvény a Papp László Budapest Sportarénában lesz, a Baba Mama Expo és Gyerekvilág élmény hétvége. A várandósoktól a 12 éves korig gondoltunk gyerekekre. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a belépés 12 éves korig ingyenes. Uh-huh. Tehát várjuk a várandósokat, a kisgyerekeseket és a kicsit nagyobb gyerekeseket is. Uh-huh. Itt a kiállításon, ahol együtt lesz a Baba Mama Expo a Gyerekvilág élmény hétvégével egy helyszínen, 9000 négyzetméterre, rengeteg program várja a látogatókat. Az egészségtudatosságig, az első 1000 nap fontosságáig, ezen kívül különböző játékokat tudnak majd a gyerekek kipróbálni, és a szülők lesz 4D-s ultrahang, tudhatnak meg mindenféle információt a várandósok arról, hogy milyen fontos az őssejtlevétel, kin lesz az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma is, mert ő a rendezvény főtámogatója, ahol a közétkeztetési változásokról lesz szó. Tehát nagyon sok érdekes program lesz, nagyon sok játék lesz, és én azt mondom a szülőknek, a gyerekeknek úgy készüljenek, hogy nagyon jó sok időt el lehet ott tölteni szórakozással, játékkal, ismeretek szerzésében. Amint az előbb felsoroltál számtalan programot és program lehetőséget, elgondolkodok, hogy elég ennek egyáltalán 3 nap? Hát nem. Mi mióta a kisfiam megszületett, rendszeresen járunk ki, mert nagyon élvezi, azon túl, hogy én újabb ismereteket szerzek, különböző kérdésekben, gyereknevelési kérdésekben, játékok választásánál tanácsokat, segítséget kaphatok, addig a gyerek a különböző kalandparkban, a sípályán, meg a különböző nagyon izgalmas játékok kipróbálásával nagyon jól el van. Mi kifejezetten ennek az egész expónak a célja? Az a célja, hogy az embereknek megmutassa azt, hogy mennyire fontos, amikor már gyereket vállaltak, hogy tudatosan vállaljuk a gyerekeket, tudatosan neveljük, tudatosan éljük át ezt a 9 hónapot, fejlesztéssel készüljünk arra az életre. Tehát amíg az ember várandós, addig is úgy készüljön fel a gyerek születésére, hogy már kész legyen az a gyerek, tehát ez így elég furcsán hangzik, de adjunk meg minden lehetőséget a gyereknek. Uh-huh. Az egészséges táplálkozástól kezdve, azzal, hogy vigyázzunk magunkra, hogy megfelelő vitaminokat szedjünk, orvosi tanácsadás is lesz kint, fogorvosi prevenció is, hogy hogyan őrizzük meg várandós korban a fogunk egészségét, majd a kisgyerekek hogyan tudják mindezt megőrizni, mikor már kezdenek romlani 2-3 éves korukban a foguk. Tehát nagyon sok kérdésre választ lehet kapni, szakértők kint lesznek, babaúszással kapcsolatban is lehet tájékozódni, mi jó a gyereknek, mikor kell idegen nyelvet tanulni, tehát minden 12 éves korig, tehát 0-tól 12 éves korig szól ez a kiállítás gyerekeknek és szülőknek. Uh-huh. Akkor maradjunk egy másodpercre a szülőknél. Nagyon-nagyon ismételten, csak ismételni tudom magamat, hogy nagyon sok program lehetőséget és oktatást soroltál fel, vagyis hát figyelemfelhívást. A szülők nem igazán vannak képben? Tehát, hogy vannak olyan szülők, akik, na jó, elmegyünk, és hát számtalan élménnyel és gondolattal és tudattal távoznak? Amikor az ember az első gyermekét várja, akkor számtalan kérdés felmerül benne. És azon gondolkodik, hogy mi a helyes, hogyan cselekedjen. Mi az, amit meg kell adnia a gyerekének, és mik azok a lehetőségek, amikből választhat, de anélkül, hogy nem tudja azokat a lehetőségeket, nem tudja választani. Ez a kiállítás remek alkalom arra, hogy a várandósok az ismereteket bővítsék,
azon kívül felkészüljenek arra, hogy mi jár, tehát mi történik akkor, amikor megszületik a gyerek. Itt különböző tájékoztatósokat is kapnak, hogy milyen ellátásban részesülhetnek, ami nagyon fontos ebben a korban. Tehát amikor én vártam a gyereket, csak erre tudok hivatkozni, nem tudtam, hogy oké, megszületik a gyerek, és utána mi lesz. Tehát gyakorlatilag bárkinek bármilyen kérdése van, az november 14-én, 15-ig és 16-án választ kaphat erre. Igen, a Pap László Budapest Sportarénában. Ildikó, köszönöm szépen. Én is.